Az elmúlt hetekben több bejelentés érkezett a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz, a vásárlók részéről, mi egyes kereskedők néhány alapvető élelmiszer, továbbá a járványügyi védekezéshez ajánlott termékek, készfertőtlenítők, szájmaszkok vételárát túlzott mértékben megemelték, a veszélyhelyzetre, valamint az ellátás egyenetlenségére hivatkozva. A túlárazás kapcsán dr. Sára Baton Budapesti kormány megbízott felhívását közvetítve, Kispest önkormányzata arra hívja fel a figyelmet, hogy a tisztességes kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók, valamint az árusok, a kereskedők és a vállalkozások védelme érdekében egyaránt elengedhetetlen. Fontos, hogy legyenek tekintettel embertársaikra, és segítsék egymást ebben a nehéz időszakban.